Nincs szó, nincs jel, nincs rajzolt virág, nem szállhat az égen szárnya tört madár. Nincs jó, ami jó, nincs már, aki felel, nincs hely, ahova visszatér, ki útra indul el. Hol az arc, hol a kéz, aki ért, s csak azért, hol a tér, ahol a fény, hozzád még előnye. Te legyél, ki nap lesz hétán, te légy, aki megtalál egy régi balladát. Ki szívén hozja szét, ő lesz a remény. Ki szívén hozja szét, azt élje csak ővé. Szívén osztja szét, követik merre jár. Hegyeken és tengereken túl érvén majd szavát. Március 15-e ünnep. Minden évszaknak megvannak a maga ünnepei. A mai ünnep a tavaszi. A tavasz az új élet ízét hozza, a természet újjászületését, az ember számára remény, hogy valami szebb jön. Március 15-e ünnep. Kinek mit jelent? Érettségi tétel, beadandó fogalmazás, dalok, érzelmek, gondolatok. De mit jelentetett akkor március 15-e? A szabadsághoz. Ó, szabadság, hadd nézzünk szemedbe. Ó, sokáig vártunk rád epedve. Annyi éjjel által, mint kísértet, bolygott lelkünk a világban érted. Kerestünk mi égen, földön téged, egyetlen egy igaz istenséget, te vagy örök, a többi, mint bálvány, mely leroskad egy ideig állván. S mégis számkivetve voltál, mint a gyilkos Káin bújdokoltál, szent nevedet vitóra szögezték, érkezésedet hóhérok lesték. Megszűnt végre hosszú bújdosásod, sírba esett ki neked sírt ásott, bevezettünk, s uralkodás végett. Elfoglaltad a királyi széket. Te vagy a mi törvényes királyunk, trónusodnál ünnepelve állunk, körülötted millióm s millióm fákja, megdult szíveinknek dobogó lángja. Ó, tekints ránk, fönséges szabadság, vess ránk egy éltető pillantást, hogy erőnk, mely fogy az örömláztól, szaporodjék szemek sugarától. De szabadság, miért halvány az orcád? Szenvedéseid emléke szállt hozzád? Vagy nem tettünk még eleget, érted? Koronádat a jövőtől félted? Ne félj semmit, megvédünk. Csak egy szót, csak emeld föl. Csak mozdítsd meg zászlód, s lesz sereged ezer és ezernyi. Kész meghalni vagy diadalt nyerni. S ha elesnénk egy szálig mindnyájan, feljövünk a sírból éjféltájban, s győztes ellenségednek megint kell küzdeni. Kísértő lelkeinkkel. Egy gondolat járja át Európát, hogy a létező állapot többé nem maradhat. Nincs többé idő hosszas tanácskozásra vagy halogatásra. Az eszmék megértek, az élet szüksége követeli azokat. Magyarország pillanatai drágák, a nemzet nem elégszik meg többé egyes engedményekkel. Igaz! Úgy van! Tenni kell! Ki kell vívni a magyar szabadságot? Meg kell tenni! Ki kell vívni! Megtanulhatjátok, hogy hangulat a víz.
170 évvel ezelőtt? Párizs felől fújt a szél, honnan jött az olvasmányom és az új eszmény. De itthon is készülhetett valami. Széchenyi István, ezzel magyarul beszélt, hogy ez... Széchenyi István magyarul beszélt az 1825-es országgyűlésen, megalapította a Magyar Tudományos Akadémiát. Pozsonyban és Pesten a reformek egy új Magyarországot támogatták. Közben Pesten a márciusi ifjak, Petőfi, Jókai, Kossvári, Irihé és a többiek március 15-én nagy tetteket hajtottak végre. Bármilyen értem vissza a Pesten. Féltem, hogy nélkülem kezdődik el a forgalom. Látom, lelkesedésünk nagy, ám még nem történt semmi. De a nép forró, mint a tenger. Világosan láttam, hogy Európa naponként közeledik egy nagyszerű, erőszakos megrázkódtatáshoz. Ezt többször leírtam, még többeknek elmondtam. Senki sem hitte jövendőlésem. Magamba zárkóztam. Egyszerre leszakadt az ég a földre, jelené lett a jövendő. A forradalom kitört Európában. Nekünk is cselekednünk kell. Esküszöm a szabadság istenére, hogy mindaddig nem fogok megnyugodni, míg a zsarnokság fenét gyökerestül ki nem írtottam. Az én nagy részét ébren töltöttem. Azon gondolkodtam, mit kell tenni, mert az határozottan állt előttem, hogy tenni kell, és mindjárt holnap. Hát a holnap után már később. Most már tényleg fogalmazunk a követeléseinket. Mit kíván a magyar nemzet? Kívánjuk a sajtók szabadságát, cenzúra eltörlését. Felelős minisztériumot Budapesten. Évenkénti országgyűlés Pesten. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Nemzeti összeget. Közös felviselés és képviselés egyenlőség alapján. Úrvédelmi viszonyok megszüntetését. Esküdtséget. Nemzeti bankot. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonákat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlük. A politikai státuszfoglaló szabadon bocsátása. Túnió, vagyis Erdélynek Magyarországgal való egyesítése. Barátaim, induljunk, nyomtassuk ki követeléseinket. Menjünk bátran mellettünk a nép. Éljen a sajtó szabadság! Itt az idő most vagy soha? Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok! A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink. Kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughattak. A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Sehonnai bitang ember, ki most ha kell halni, nem mer? Kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kard. És mi mégis láncot hordunk, ide veled régi kardunk.
A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mit rákentek a századok, lemossuk a gyarázatot. A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Március 15-én este már legalább 20 ezer ember vonult Zajonval várba, hogy megnyissa Dancsics börtön ajtaját. A nép diadalmenetbe hozta Pestre a jobbágy felszabadítás vezérét. Este Katona József bánbányában ünnepelt a forradalmi tömeg. Pesten fél nélkül győzött a forradalom. Petőfi naplójából. Üdvözít születésem napján ó magyarság. Először is én üdvözöllek, imádkoztam és küzdöttem érted. Üdvözöllek oly magas örömmel, amilyen mély volt a fájdalmam, midőn nélkülöztünk téged. Ó, szabadságunk, édes, kedves újszülött,